ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು. Igen, második fejezetben Arjuna annyit érvelt, hogy végül megértette, hogy ameddig én találok ki, nekem mi a jó, még akkor is, hogyha saját szándékom van, a önző motivációm, akkor se tudom, mi a jó nekem, mert egyik szempontból ez a jó, másik szempontból az a jó, akkor más mennem, és tudom végül, mi a jó. Mert relatív szempontokat, hogyha használunk, akkor ha ott nincsen egy stabil indulópont, akkor mi a jó? Ugye? Szóval ő is megmutatta végül. Ő megmutatta, hogy lehet innen indul az ember, hogy ő gondol, hogy én tudom, én megtalálom, én kitalálom, én megoldom, de mivel intelligens volt, megértette, hogy így nem lehet. Hogyha mi relatív világban fogunk élni, és jó, hát nekem ez a jó, neked ez a jó, ami múltkor Leckén is valaki mondta, az neki jó lehet. Akkor jó, hát akkor nekem az a jó, hogy odaadod a pénzedet. Ez rossz, ez jó. A relatív szempontból tökéletes, akkor add ide a pénzedet. Hát nekem ez jó. Szóval ez a relatív, ez nem működik. És akkor ez megértette, hogy azt mondta, hogy ebből szempontból nem is tudom, dharma samuda cheta, hogy mi az én kötelességem. Mert hogyha ingyen szempontból nézünk, akkor lehet, hogy el kell mennem, nem szabad harcolni, de hogyha nem harcolok, akkor ez a probléma, hogyha ezt csinálok, az, követek azt, nem követek ezt, és akkor, és ez egy intelligencia. Intelligens ember érti végső sorban, én nem értem. Hogy kell megoldani. Mert mindenféleképpen lehet kimagyarázni a törvényeket. Ugye minden logikával is nagyon lehet ellent dolgokat meggyőzni mindenkit. Utána 5 perc múlva jön egy másik logikus, fordítva fog győzni mindenkit. Mert ha jön a harmadik logikus, harmadféleképpen fog, és meggyőzi. A logikával meg lehet minden győzni. Szentírásot ki lehet magyarázni bárhogy. És ő ezt megértette, mert ő próbálta ezt csinálni, Krisnát is próbálta, miért engem, te vagy a Madhusudana, te vagy a démonok megölője, miért akarsz, hogy én legyek? Bhishma Drona Sudana, miért kell, hogy én meg legyek, üljek meg, te ülj meg. Szóval még Krisnát használja ki saját célokra, de intelligencia segítségével és szív tisztaságával megértette, hogy nem. Érvelte, de megértette, hogy nem. Én azt értem, hogy én nem értem, de egyet tudom, hogy Isten meg tud mondani, mi a helyes. És Krishna, ő megmutatta a következő ős példát, hogy nagyon türelmes kell lenni, és ő nagyon türelmes, és akkor elkezdte magyarázni. Nem mondta, nem érdekel, ez lesz, így csinálj, és kész. Nem ezt csinálta, hanem jó, akkor most elmondom neked, Arjuna. És akkor elkezdtem mondani Bhagavad Gita-t, ugye. Második fejezetben elkezdtem mondani, elsősorban értsd meg, hogy te vagy kshetragya, te vagy lélek. És erre kell építeni az életet, nem a testre, mert a te filozófiát, amit most meséltél, ez testre alapozik. És nem lehetsz boldog, mert hiába te most próbálsz valamit megoldani, az ideglenes megoldás lesz. Az a probléma. Akkor egy idő múlva megint boldogtalan leszel. Ugyanúgy találsz magadat, ahol voltál. Anyagi megoldások nem működnek az életünkben. A boldogságban nem működik anyagi módszer. Sose. Csak ideglenesen egy kicsit. Én ezt kezd magyarázni. Miért? Mert anyagi, mint a test, változik és mulandó. Hogyha ma nekem a testem örömet okoz, mert fiatal, friss és szép, egy idő múlva szenvedést okoz ugyanaz a test, ami 30-40-50 év ezelőtt ragyogóan érezte magamat, most szenvedek benne, és nem tudnak senki segíteni. Szóval ez a anyagi dolgokra alapítani, ez
elítélni magát szenvedésre, és ezt próbáltam második fejezetbe mondani. Utána az egész Bhagavad Gita-t röviden bemutatta. Ott a buddhi jogát, karma jogát mutatta, akkor a pszichológiai pár pontot, ugye, hogyan működik a kéj, a düh az emberbe, érzék keresztül, hogyan támadja az embert. Ez már harmadik fejezetben mutatta be. Ugye a harmadik fejezetben karma jóga volt bemutatva, hogy hogyan ember fejlődik, hogyha, és mutatja, hogy vannak lelki utok. Arjuna már rögtön meg volt győzve, és csak akarta eldönteni, akkor most milyen módszeren, hogy kell fejlődni, az megértette, de hogy? Hogy ne csináljak semmit, még mindig próbálta elkerülni a harcot. És Krishna mondta, igen, lehet így, lehet, hogyha nem csinálsz semmit, meditálsz, de lehet így, hogyha végzel a kötelességet, és így fejledsz. És ott megmutatta, hogy a karma jogát, hogy a lemondás igazából, ez nem a, te most akarsz lemondani a te kshatriya harcos kötelességről. De a lemondás, ez nem az első lépés, hanem ez már a lelki gyakorlatoknak az eredménye. És mutatta ugye a joga lépcsőbe, hogy hogyan, hogy hol van a lemondás. Azt mondta, hogy lemondással nem oldoz meg a problémákat. Hogyha vannak a szennyezés a tudatba, és te csak hamarabb, amit lehet, lemondasz, akkor te nem tisztulsz meg. Mindenféleképpen mielőtt lemondott leszel, elmész a családtól, a kötelességtől, hagyod a munkahelyet, a szolgálatokat, előtte ezek segítségével tisztulnod kell. Maradni kell, ahol vagy, saját helyzetben is tisztulni. A negyedik fel...